rászakad a szomszédot. Nem, mint a futban néztük az elvonatot. És a szomszédot ott az innen kellett. De most a gyerekről beszélünk. Tudjátok, ma szeptember 29-e van, és egy évvel ezelőtt nem itt voltunk, hanem a Clark Ádám téren. Elkezdtünk egy olyan folyamatot, aminek úgy látszik, hogy nincs vége, hiszen ma már itt ünnepeljük az egyéves évfordulóját ennek. Mi se gondoltuk még akkor, hogy megéljük ezt az egyéves évfordulót. 29-én meg bizonytalan volt, hogy zászlót döntünk-e október 1-én, és valóban elindítjuk a szolidaritás mozgalmat. Titokban már elkészült az zászló, és sokat vívódtunk azon, hogy vajon megtehetjük-e azt október 1-én, hogy kibontjuk azt a zászlót. És kibontottuk a zászlót, és azt gondolom most így egy év után és egy év távlatában nagyon sok munka, nagyon sok küzdelem, nagyon sok keserűség, nagyon sok fájdalom, de azt gondolom, hogy sokkal inkább bennünk van az a küzdeni vágyás, az a jövőbe vetett hit, ami összetart bennünket. Nem vagyunk egyszerű helyzetben, nehéz ilyenkor ünnepelni és nehéz ilyenkor ünnepi szavakat mondani, amikor mindannyiunk egyre nehezebben éli meg a saját életét, egyre inkább azt látja, hogy amiben ma él, az nem biztos, hogy jó neki, és lehet, hogy visszagondol a múltra és azt mondja, hogy vannak olyan pillanatok az életében, ami talán sokkal jobb volt, de igazából azon gondolkodunk, hogy előre kell menni. Az ember mindig fejlődik, mindig tanul valamit, és mindig előre megy egy úton. Mi ezt az utat választottuk közösen, ez egy nagyon küzdelmes út. Nagyon sok lemondással jár mindannyiunknak, és én azt gondolom, hogy itt ma sokkal kevesebben vagyunk, mint ma a szolidaritás mozgalom, amit jelent. Nagyon sokan vagyunk, amikor a pezsgőket töltöttem, pont arra gondoltam, hogy vajon hány üveg pezsgőt kellene itt ma felbontani, hogy ma Magyarországon minden olyan embernek, aki együtt gondol velünk, együtt érez velünk, és tett valamit a szolidaritás mozgalomért, és azt mondja, hogy igen, itt a jövő, együtt kell valamit tennünk, akkor vajon hány pohár pezsgőt kellett volna kitöltenem? Hát bízok benne, hogy jó pár hétig töltögethetném ezt a pezsgőt. Az biztos, hogy nagyon sokan vagyunk, és ez abszolút jó, és azt gondolom, hogy ti is kezdetek érezni annak az erejét, hogyha összefogunk, hogyha együtt vagyunk, akkor tudunk változtatni azon, amiből mindannyiunknak elege van.
És nem önmagában csak elege kell, hogy legyen, hanem tényleg meg kell találnunk azt a közös utat, ami után egyszer csak valóban ünnepelni tudunk majd valamelyik évfordulónkon, és remélem, hogy együtt leszünk akkor is. Biztos, hogy sokan nem lesznek már velünk együtt, sokakat el fogunk veszíteni vagy ezért, de akik velünk elkezdték ezt az utat, azt gondolom, hogy mindenkire úgy kell emlékeznünk, hogy jó volt, hogy együtt elkezdtük, és lélekben azok is velünk lesznek, akik nem lehetnek ma már velünk. És egy nagyon fontos dolog az, hogy egy olyan világban, ahol a pénz a fontos, a hatalom a fontos, nagyon sokan megérezték és megértették azt, hogy sokkal fontosabbak az emberi értékek. Én nagyon sokszor azt tapasztalom itt a szolidaritás mozgalomban, amit már nagyon régen tapasztaltam, hogy emberek önzetlenül feláldozva sok mindent, a szabad idejüket, a családjukat időnként félretéve, egy jobb cél érdekében képesek vagytok tenni valamit. Én látom azt, amikor aktivistáink itt festegetik a zászlókat, amikor kitelepülve, még azt is elviselik, hogy adott esetben negatív szavakkal illetik őket az utcákon, amikor tüntetésekre úgy megyünk, hogy lehet, hogy nem vagyunk annyian, hogy most éppen eredményt érünk el, de tudjuk azt, hogy utat mutatunk. Biztos, hogy úttörők vagyunk egy bizonyos világban, és mindannyian, akik itt vagytok, és minden olyan aktivistánk, aki tett valamit ebben az évben, az példát mutatott azoknak az embereknek, akik azt gondolják, hogy ezen már nem lehet változtatni. És hogyha egyre többen leszünk, akik példát mutatnak, akkor azok, akik otthon ülnek és azt mondják, hogy nem lehet ezt tenni, egyszer csak megértik azt, hogy nem ott van az erő, hanem azokban, akik egyébként egy teljesen új utat járnak. Úgyhogy én megköszönöm mindannyiótoknak azt a munkát, azt a küzdelmet, amit az elmúlt egy évben végigvittünk, és biztos, hogy csak azt tudom nektek ígérni, hogy az elkövetkezendő időszak még nehezebb lesz, de hogy én biztos, hogy bízom abban, és szerintem ti is bíztok abban, hogy van értelme annak, amit csinálunk, és eredményt fogunk elérni. Én tutira tudom azt, hogy amit csinálunk, annak van értelme, és lesz eredménye. Azon fogunk dolgozni, mindannyian, közösen, hogyha más nem, legalább 2014-ben le tudjuk váltani ezt a kormányt, és olyan új úton tudjuk elindítani ezt az országot, ami egy becsületes, tisztességes, az emberekre odafigyelő, és valóban egy olyan társadalmat tudunk építeni majd, ahol egymást megbecsüljük, egymást toleráljuk, és megpróbáljuk egymást szeretni is. Ha egy ilyen országot fogunk tudni építeni, akkor a gazdasági fejlődés elettünk fog állni. Először az emberi alapokat kell megteremteni, ha ezt meg tudjuk teremteni, akkor erre lehet gazdaságot építeni. De nagyon fontos az, hogy ezt valóban megtaláljuk egymásban. Én arra emelem a porramat, hogy 2014-ben ilyenkor más pozícióban és örömmel tudjunk ünnepelni. Kedves egészséget! Szolidaritás! És boldog születésnapot mindannyiunk! Én a szolidaritás! Szolidaritás! Ez a nap más, mint a többi, ezt te is jól tudod. Másként kelt reggel a nap, és másként jár út. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékként fogadd el, vidám kis darunk, hogy boldog, 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 boldog,
és napot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Tavasz után eljön a nyár és ősz után a tél, de minden év eljön a nap, amikor születtél. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk, s ajándékul fogadd el vidám kis dalunk, hogy boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Hát akkor boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. És még egyszer, boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. A tapsot megköszönjük ennek a szép csodás tortának. Boldog születésnapot, szolidaritás! Itt vagy vele, mutatj újra még. Az éjszakán felváltja a fény. Még egy felcsúttunk, még is adja. Hisznek neked, édes kisfiam, még egy szó sem tudsz, még is adni a fiam. Hisznek neked, édes kisfiam, régi vár, újra szálljon fel. Itt alcsosan, künn az esti szerű. Még egy szót sem tudsz, mégis annyi jó. Hisznek neked, édes kisfiam. Még egy szót sem tudsz, mégis annyi jó. Hisznek neked, édes kisfiam. Ezt érzem én, ahogy élek rád. Más lesz a föld, s más lesz a világ. Sírnod sose kell, és majd gondolom. S boldog leszel, édes kisfiam. Sírnod sose kell, élsz majd gondtalan, s boldog leszel, édes kisfiam. Hozzáteszem, hogy többen akarták már felszeletelni azt az ideig, tehát hogy pont
a Tamás csinálja meg, ezt nem is érzem. Én is vágyam. Elég vagy keresztül. Ne itt a földből, mert itt van. Nagyon vastag fel. Nézen én, ahogy nézek rám, más lesz a föld, s más lesz a világ. Sírt úgy sosekkel, én majd gondolom, s boldog leszel, édes kisfiam. Sírló csúsebben, így majd gondolom, s boldog leszel, édes kisfiam, s boldog leszel, édes kisfiam. Jó, hogy látom.